A király hazamegy, hogy elfoglalja a trónját, vissza a gyökerekhez, hiszen onnan indultunk. Ez egy isteni cselekedet, és maguk a részesei. Ezt nem Hollywoodban rendezték, ez valóság. Hollywoodban forgattak már ehhez hasonló előre megírt történeteket, és a színészek eljátszották. De ez a valóság, nem forgatókönyv. Az embernek reggel hol jó, hol rossz a hangulata, valódi érzései vannak. Muhammad Ali született próféta. Eliyah Muhammad halásza. A bunyó arra jó, hogy felhívja magára a figyelmet. Válvetve harcoltunk, mióta megismerkedtünk. Legyőztük Amerikát. 3,5 év után kijött a sikről, és megverte a másodikat. Ilyenre csak ő képes. Mást kitoloncoltak volna az országból. Ez isteni cselekedet. Mi csak színészek vagyunk. Ha Jézus ma élne, mindenki az ő autogramját akarná. Filmeznék minden mozdulatát. Csak az a különbség, hogy ez sport. Azért beszélhetnek vele. Szerintem Muhammad próféta. Hogy harcolhatnál Isten ellen, fiam? Aki szereti a szegényeket és elesetteket, az próféta. Világbajnok volt, az asztala meg volt rakva élelemmel, vett egy házat az édesanyjának, egyet magának, de nem tulajdonított neki nagy jelentőséget.